Az emberek annyira különbözőek, hogy egyszerűen fejben sem lehetne tartani a sok variációt. Ráadásul a variációkban is vannak olyan különbségek, hogy ha nézzünk valamilyen szintet, hogy mit kéne elérjünk, abban is elérhető a sok-sok változatból is ugyanaz a szint. Tehát az egyik ember teljesen más képességgel rendelkezik, mint a másik, mégis ugyanazt az eredményt el tudják érni, más úton haladnak, más képességekkel rendelkeznek, és mégis az eredmény hasonló vagy ugyanaz lehet. Sajnos a társadalmunk ítélőképessége, hogy mi értékes és mi nem, nagyon egyoldalú. Egy-két dolgot veszünk számításba, hogy mi az, amitől egy ember menő, értékes, jófej, szép, elfogadható, normális, vagy bármilyen szavakat használhatunk azokra, amit elfogadunk és befogadunk valakitől. Mindenki, aki ezzel nem egyezik, ezek valamelyikével nem egyezik, az mind mehet a kukába, és nem tiszteljük őket, sőt, lenézzük őket, nem veszük abba a számba, ami értékes az emberiség számára. Ezzel teljes mértékkel nem tudok azonosulni. Igenis, az emberiségnek sokféle megjelenése van az értékekkel kapcsolatban, és különböző emberek különböző úton haladva, különböző eredményeket elérve is értékesek. Nagyon sok példát lehetne mutatni ebből a világból, de én találkoztam egyel a minap, illetve már többször találkoztunk, de beszélgettem valakivel, egy olyan fiatal sráccal, aki messze menőleg nagy hátránnyal indul az életben bármelyikünkhöz képest, mégis az emberiség túlnyomó részénél sokkal intelligensebb, értelmesebb, és sokkal jobb válaszokat tud megadni bizonyos kérdésekre, mint az emberiségnek a túlnyomó része. A következő videó részletben ezt a beszélgetést fogjátok látni. Érdemes elgondolkozni mindenkinek azon, hogy mi értékes az életben és mi nem, és milyen oldalról nézzük azt, hogy minek van értelme és minek nincs. Nagyon sokféleképpen nézhetjük a társadalmunkat és a társadalmunk értékét, sőt saját magunk értékét is, hogy a társadalommal hogyan tudunk érvényesülni. Az én személyes véleményem az, hogy a társadalmunk értékrendszere egyszerűen meg kell változzon, mert a jelenlegi az nem alkalmas arra, hogy az emberiség fejlődjön méghozzá abba az irányba, ami mindenkinek jó, az emberiség minden tagjának és az emberiségen kívül lévő élőlények minden tagjának. Nyilván ez egy utópia, hogy minden mindenkinek jó, de mégis, ha egy rendszerelméletet nézünk, akkor létezik olyan viselkedési mód, amely valóban mindenki haladását tudja elősegíteni. Ettől függetlenül vannak napok, amelyek szürkék, és vannak, amelyek színesek, de ha a nagy egészet nézzük, akkor egy olyan rendszert hozhatunk létre, amire azt mondhatjuk, hogy igen, az emberiség intelligens, méltó arra, hogy tovább éljen egy Földön, vagy egyáltalán a világban. Sokszor érintettem már hasonló témát, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek gondolkodása egy kicsit más irányba menjen, nem abba az irányba, amit én szeretnék, hanem az, hogy más irányba menjen, mint ami most van. A jelenlegi irányokban én sok-sok hibát látok, ezekről szólnak az előző vlogok, és ezekről is fognak szólni a vlogok, hogy az, amit csinálunk ma, mindennapokban egymással vagy a környezetünkkel, az nem biztos, hogy egyenrangú azzal, amilyen képessége lehetne az emberiségnek, hogyha ezt használná és kihasználná. Következzen a beszélgetés egy fiatal emberrel, aki egyáltalán nem olyan lehetőségekkel indult az életnek, mint mi, hanem sokkal hátrányosabb helyről. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy az ő élete milyen lesz, mert egyáltalán nem biztos, hogy rosszabb kéne legyen, mint bármelyikünké. Mi az, amit szeretnél? Megtudni, hogy mi a különbség a differenciál és az integrál egyenletek között. Na hát nézzük a Google-t. A differenciál és az integrált egyenletek között van egy közös dolog, egy nagyon-nagyon közös dolog. Egyikről sem tudom, hogy mi az. Sajnos erre nem én fogom megadni a jó választ, hogy mi a különbség. De egyébként téged segítene az életedben, hogyha ezt megtudnád? Nem tudom. Lát, hogy megértenék néhány dolgot. Mire vagy kíváncsi? Mi az, amit szeretnéd, hogy jobb legyen? Vagy más legyen? Van egy kérdésem, csak nem tudom, hogy fogalmazzam meg.
Uh-huh. Mit csinálsz most? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a napokat? Jelenleg most tanuló vagyok, és a nyári szünetemet töltöm. Ó, az tök jó. És mit tanulsz? Az alaptantárgyakon kívül informatikai tárgyakat. Uh-huh. Szereted a számítógépeket? Egy kicsit. Kicsit. Uh-huh. Nagyon néha a feladat teljesítéshez használom. Általában meg filmjelzésre, zonahagadás meg játékra. És az iskolában tanulod az informatikát, ott mi az, amiben segít ez a tudás? Tudom, hogy kell használni a Visual Studio-t. Legalábbis néhány funkciójával tisztában vagyok. Na és mit jelent ez az önállóság? Hogy ön kell ahhoz, hogy álljak. Ja, hogy én? Ja nem, ezt másképp kell értelmezni. Uh-huh. Amikor valakire azt mondják, hogy önálló, akkor úgy értik, hogy ő áll. Ja, értem. Áll. Viszont valaki szolgával is lehet önálló. Na és mi a terveid? Mi leszel, ha nagy leszel, ha vége a sulinak? Lehet, hogy egyetemista. Fogalmam sincs, nem hiszem. Inkább az... Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen természeti törvényeken alapszik, mint sem arra, hogy hogyan kell használni. Mármint az informatikát? Igen. Mire gondolsz? Például, hogy milyen műveletek kellenek a működéséhez, meg milyen a számítógépek felépítése, meg ilyenek. Na miért jöttél hozzám? Hogy megkérdezzem, hogy mit akar kérdezni anya? Te mit akarsz kérdezni? Egyébként, hol vesztette el az egyik ujját? Gyerekkoromban, áramütéssel. Az rossz. Mondhatni, de nincs róla annyi emlékképem, hogy szomorú legyek tőle, vagy hiányozzon. Úgyhogy nekem ez így normális, tehát nem jelent semmi hátrányt. Az jó. Na de meg azt biztos nem erre vagy kíváncsi. A sikerről megtudtam már egy pár dolgot, az előző üzleti találkozom. Hát, van olyan dolog, amiben már ért a másikát. Egyébként, ön szerint mi az emberi lét célja? Hát ez egy nagy kérdés. És nyilván más válaszok jönnek. Ha valaki saját magának fölteszi ezt a kérdést, hogy mi az ő létének a célja, és ezen belül az emberi lét célja, és az is egy másik kérdés, hogy valaki más fölteszi ezt a kérdést, hogy mi az emberi lét célja, mondjuk egy olyan valaki, aki mondjuk az emberiséget használja, ha így vesszük. Olyan, mint ha megkérdeznénk a tyúkokat, hogy mi a tyúk létezésének a célja, és ők megválaszolják, hogy ők mit látnak a ketrecből, vagy a baromfi udvarból, vagy egy csirketelepből, és úgy nézik az életüket, hogy mi lehet a cél, és így próbálják kitalálni, és egészen más mondjuk egy gazdának a kérdése, hogy mi lehet a tyúkok létezésének a célja, és teljesen más válaszokat kaphatunk, hogyha egy biológus teszi fel ugyanezeket a kérdéseket. Mindegyik igaz lesz, és természetesen itt a kérdésben nyilván azt taglalnánk, hogy univerzálisan mi a célja, tehát mondjuk nevezzük úgy, hogy galaktikusan mi lehet a célja az emberi létnek. Ehhez viszont olyan módon kéne gondolkoznunk, mert azt a célt emberi létként nem fogjuk tudni megérteni. Tehát nem tudjuk megérteni a saját létezésünk célját emberként, mert az csak egy olyan válasz lehet, amit a tyúk a saját ketrecéből tudja csak megválaszolni. Még akkor is, hogyha képes a fantáziájával elképzelni azt, vagy esetleg neki voltak más emlékei, hogy akár baromfi udvaron ért, ugye a szabadban annyira nem, mert a tyúkok nem, de akkor is éppen akkor, amikor ketrecben van, akkor csak úgy fogja tudni megválaszolni, mint egy ketrec lakó. Tolja minden nap a tojásokat, és amikor már nem tojik, akkor megeszik őt. Hogy milyen filozófiával éli ezt túl, és milyen filozófián keresztül éli a mindennapjait, az egy teljesen más kérdés és válasz lesz, mint az, amit föltettél. Úgyhogy az emberi létnek a célja, én úgy gondolom, lehet keresgélni, hogy mi lehet, mert nagy válaszokat kaphatunk más problémákra is.
hogy honnan származik az ember, mi lehet a igazi története. Nem az elmúlt 2000 év, hanem annál sokkal messzebb menő története. És lehet keresni azt a választ is, amit egy ilyen saját maga számára föltesz, hogy az ő létezésének a célja mi lehet. És megint egy másik kérdés már, de szinte ugyanaz, megtévesztésig ugyanaz, hogyha fölteszem azt a kérdést, hogy mi az én létezésemnek a célja, és fölteszem azt a kérdést egy kicsit átfogalmazva, hogy mi az én létezésemnek az értelme, akkor a válaszban teljesen más világokat érintünk meg. Ha a célját nézzük a létezésemnek, akkor egyértelműen nem én vagyok a meghatározó elem, aki meghatároz az, hogy mi a célja a létezésemnek, hanem akkor feltételezek valamit, ami engem alkotott, amitől én létrejöttem. Ha a létezésemnek az értelmét keresem, az már teljesen más, és azt már egyénileg én, mint ember megtalálhatom, és értelmet találhatok a saját életemben, akkor is, hogyha az én létezésemnek a célja az, hogy csinálok valamit, aztán majd felhasználnak engem valamire, mint ahogy a tyúknak. Szintén van egy ilyen dilemmája, ha a tyúk gondolkozik ilyeneken. Ezt az értelmet, ezt minden nap lehet keresni. Ez egy hasznos dolog, hogy föltesszük azokat a kérdéseket, hogy ez a nap, ami most jön, ez a nap, ez vajon hozzáad az én életemhez, vagy sem. És úgy hozzáad-e, hogy ha nem létezem azután, az én létezésem fennmarad-e mások számára? Mert akkor értelmet nyer az életem. Tehát csináltam valamit, ami hasznos valahol. Amennyiben nem csináltam semmit, akkor az én életemnek lehet, hogy így ilyen szempontból nincs értelme. Persze egészen messzire elkalandozhatunk ebben egy olyan területre, hogy abszolút spirituálisan nézzük azt, hogy az emberi létezésnek mi az értelme, vagy az én saját létezésemnek, hogy nem biztos, hogy ebben a társadalomban van értelme a létezésemnek, hanem akár valahol más, hol a galaktikában van valami, ahol számottevő egy emberi létezés, és így van értelme. Persze itt már megközelítjük azt a kérdést, hogy mi a célja az emberiségnek, a létezésének, és akkor már felülemelkedtünk az emberi létezésen, hanem már kívülről nézzük ezt az egész rendszert, magát, az emberiséget, mint egy létező, nem társadalmat, hanem mint egy létező fajt, vagy bárhogy is nevezhetjük ezt. Mit gondolsz, neked mi a célod? Így, hogy most gondolkodtam ezen a kérdésen, az emberek célja a túlélés, a szaporodás és az, hogy valogát egyék egymást. Mm-hmm. A tyúkorban, a keresztben a tyúkok egymással hasonlóan tudnak tenni. És a tyúkoknak céljuk az is, hogy a gazdának minél több tojást tojanak. De ezt nem tudják. Csak abban feltételezhetik, hogy eltűnik a tojásuk körülbelül 21 naponként. Vagy hetenként, ki tudja. Valószínűleg az emberiségnek az is célja, hogy fenntartsa a természeti körforgást életével és halálával. Szerinted, ha az ember nem létezne, akkor mi lenne itt a Földön? Hát visszaállnának az erdők nagy része, és a felezési idő által minden természetes anyag sok-sok milliárd év után lebomlana, és talán kialakulna egy másfaj. Ami hasonló lenne az emberhez? Nem biztos. A dinoszauruszok kialása után túlélték a kisebb emlősök és egyes emlősök a körülmények miatt átmentek egy faj átalakuláson, így lettek új fajok is, és megmaradtak a régek is. Szerinted, ha eltűnnénk mi emberek, akkor ilyen időtávlatokban, tehát millió vagy milliárd évnyi távlatokban újból kialakulna ez a faj? Attól függ, hogy az evolúció mint olyan igaz-e. Viszont a tudósoknak sikerült kideríteni azt, hogy az
emberiség egy szűzanyától származik, tehát vagy elég volt egy férfi és egy nő ahhoz, hogy egy nő kialakulása az evolúció által ahhoz, hogy létrejöjjön egy egész faj, vagy részben igaz a Biblia szerinti teremtés történet. Tehát lehetséges, hogy ide kerültünk? Igen. Akkor tulajdonképpen azzal, hogy ide kerültünk, akármit csinálhatunk, így is úgy is megzavarjuk az itteni életet. Legalábbis megváltoztatjuk. Igen. Mindegy, hogy milyen életet élünk. Nagyjából. Akkor mi lehet az emberiség célja? Vagy az ember létezésének a célja? Ebből a távlatból, hogy innen nézzük, mi mint emberek. És elfogadjuk az evolúciót is, de elfogadjuk ezt a elméletet is. És mondjuk eljátsszuk a gondolattal, hogy ha eltűnünk innen, mi történne a Föld, de és hogyha már ide kerültünk, akkor mi történik a Földön? Mi lehet az értelmünk vagy a célunk? Az a kérdés, hogy a legtöbb vadon élő állatnak mi a célja? Hát jó lenne egyel elbeszélgetni. Egyébként a vadon élő állatok és az ember között az a különbség, hogy a vadon élő állatok élnek a természetben és használják a természet által adott lehetőségeket. Az emberi faj meg egyesekben meg is változtatja a körülményeket, így nincs teljesen ráutalva a természetre. Ennek milyen következménye lesz? Vagy lehet? Megváltozik a Földön néhány dolog. Akkor az emberiségnek lehet, hogy a célja és az értelme akár az evolúcióból kerültünk ki, akár ide kerültünk valahonnan, az, hogy potenciálisan erős megváltoztatni egy ekkora környezetet, mint mondjuk a Föld. Hogy ez valakinek érdeke, vagy sem, az egy teljesen másik kérdés. Az tény, hogy ha az emberiség, ahogy mondtad, képes nem csak a természetre rátámaszkodni, tehát akár önállóan anélkül is képes bizonyos eredményeket csinálni, még akkor is, ha ideig óráig, tehát nem feltétlenül hosszú időn keresztül, akkor az emberiségnek van egy olyan képessége, hogy változtathat azon, hogy neki mi a célja és az értelme. Tehát megváltoztathatja saját magát is. Akár közvetlen, akár közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy a mi kis életünkben, saját magunk számára, bármi is a célja vagy az értelme az létezésünknek, ezt megváltoztathatjuk azzal, hogyha másképp viselkedünk, másképp cselekszünk, akkor a környezet másképp reagál arra, amit mi csináltunk, így más változások jönnek létre a környezetbe, tehát változtathatunk. Ezzel változik a környezetünk, és változik a mi életünk is. Tehát az emberiségnek van egy olyan eszköze, hogy nem millió vagy milliárdnyi évek alatt változásokat képes létrehozni, akár a saját faját illetően, vagy akár a környezetét illetően. Ez egy hatalmas képesség. Úgyhogy nekem inkább az a kérdésem, hogy ha az emberiségnek van, a létezésének van értelme, akkor ezt kihasználjuk-e? Hogy ez még értelmesebb legyen. Ez azt jelenti, hogy az emberiség lehet-e értelmesebb. És ha igen, akkor akar-e az emberiség tudatosan ebbe az irányba csinálni valamit? Engem ez nagyon foglalkoztat, ez a kérdés. Hogy akar-e? Sajnos lejárt az időnk, mert már jön a következő. De nagyon élveztem. Köszönöm a kérdést. Egy utolsó keresem, mert? Aha. Azt szerintem meg volt előbb. A tyúk vagy a tojás? A kakas. A szép. Először az volt, ami a tyúk és a tojásnak is minden egyes elemét tartalmazta. Ebből differenciálódott valami, amiből lett kakas, tyúk és tojás. És így lett rendszer az egy részből. Tehát mindenképpen, ami először volt, az egy volt. Azt megelőzően meg volt a semmi. Ezért az alkotás elmélete az először a semmiből alkotni valamit, majd a valamiből alkotni valamit, majd az alkotás a bonyolultság felé visz,
a valamiből alkotott valami fog osztódni, differenciálódni, és alakul ki a rendszer. Ezt a Fibonacci számok is leírják. 1, 1, 2, 3, 5, 7, 5, 8, bocsánat, 13, 21, 34, és így tovább. Köszönöm szépen! Köszönöm.